színes műsorral várták a 60 év felettieket az új udvari faluházban. Jakab Sándor a település polgármestere kiemelte, ahhoz, hogy a közösség még inkább összetartson, elengedhetetlen az idősek megbecsülése, ezért különösen fontosnak tartja, hogy a számukra rendezett napon helyi fellépők szórakoztassák a szépkorúakat. A 60 év felettiek közül olyan 120-140 em a részt is vesznek a rendezvényen. Mi azt szeretjük, hogyha elsősorban a helyiek szerepelnek, és a helyiek Adnak előadást a, a helyieknek. Ennek megfelelően az oldások egy olyan 15-20 perces műsorra készültek, megvendegelték, megörvendeztették a mamákat, papákat. A rendezvényen és Péter miniszterhelyettes országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy megköszönjük a legidősebb generáció tagjainak, a fiatalok számára nyújtott rengeteget segítséget, támogatást és útmutatást. Arra használták fel az alkalmat, hogy megköszönjék az az áldozatos munkát minden egyes idős embernek, amit az egész életében tett azért, hogy a mögöttük levő generációk följöjjenek, fölnőjenek, és úgy, ahogy azt ők legjobban tudták segíteni. Talán ezt a köszönetet legjobban egy nagyon szép gondolattal, egy sütő András által leírt, lejegyzett gondolattal lehet megköszönni amelyik így szól, hogy minden nemzedék önmagát becsüldi meg azáltal, hogy tudomásul veszi, a világ nem belekezdődött. Az ünnepségen külön is köszöntötték a település legidősebb hölgy és férfi lakosát. A 92 esztendős Jó Jánosné nem tudott részt venni az eseményen, de a 85 éves Tamics Miklós személyesen vett át ajándék kosarát.